Oké, szóval itt hagytuk abba a legutóbbi alkalommal. Ugye itt is van egy Furnace Golem. És valahogy őt kéne fölébreszteni. Csak nem is emlékszem, hogy mit mondtatok, hogy is kéne. Gyorsan rápillantok valamire. Oké, tehát ez a Ruins of Unte. Pillanat, türelmet kérek. Tehát egy hefty furnace pot kell hozzá. Azt nem tudom, hogy az olyanunk van-e. Mármint, hogy tudunk-e craftolni. De talán nem. Hát, ha az inventory-ba van. Akkor megnézzük, hogy kell. Oké. Hát azért elszaladunk most. Elvileg valahol itt kell lennie. Na nézzük. Ott van lent. Jó. Szuper. Érdekes, hogy itt még nem voltunk. Rundown Travelers. Ah. Greater potentáci kukuk. Jó, szuper. Oké.
gyerünk vissza. És akkor most megpróbáljuk kikraftolni. Hát egyet csinálunk igazából. Csak beledobjuk. Jó, és simán beszaladom mögé. Oké. Amúgy jól néz ki nagyon ez a kis kert, csak a kis virágok. Na, nézzünk szét. Stone sheet sword. A sword that none can pull from its scabbard of cracked stone. Egy láda. Azon miért lehet fölmászni? Na, még egyszer megpróbálom. Persze lehet, hogy semmi értelme. De az előbb miért sikerült? Na jó, mindegy, menjünk tovább. Hello Nevermind, szia, szia, jó estét! Oké, okay, never mind. De semmi toxicitás, csak tényleg a szokásos. Jó, na, még itt körbenézünk, de itt akkor szerintem a két furnace golemen kívül nincs már más. Ugye bejöttünk ebbe a kis építménybe is. Jöjjünk még erre hátra.
Így van. Fölélesztettük, persze. Gyorsan elszaladtam a cookbookért. Ja, várjál, a cookbook mellett? Cookbook mellett is volt egy furnace gól, ha jól értem. Miért van itt rész? Itt, ami volt furnace gólem a kastély előtt, azt fölélesztettük. Azt nem tudom, hogy itt volt-e. Itt volt a... A... cookbook. Itt is volt, izé? Hát azt... azt... Azért majd visszamegyünk, de ha már itt vagyok, akkor megnézzük, hogy erre mi van. Mert miért van itt Grace? Fogalmam sincs, hogy merre indulunk. Most itt ezt meg akarom nézni, hogy erre mi van. Szerintem a Hinterlands következne lassan. Már ha ilyen nagy map részre gondolsz, a Catacombs az... Catacomb, nem tudom melyik Catacombra gondolsz. Dark Light. Ott még nem... Nem voltunk. De van jelölve? Egy, valamelyik ugye? Kettes pin, aha. Hát... Pff, mondom, most itt megyünk. Ja, de akár azt is... azt is megnézhetjük. Hogy mi? Rip. Oké. Sori torrent kapta. És egy rész. De majdnem megölt. A fasz. Na jó van. Oké. Hát, gondolom arra megyünk tovább. Resetelni a Lamenter skint.
Hát eléggé ki vagyunk szikkadva, megmondom őszintén. Jó lenne már visszatérni az eredeti formánkba, de ha egyszer nem halunk meg, hát nem halunk meg. Majd full damage. Tehát majd a gravity megöl. Menő, hogy itt a hegy oldalba kell közlekednünk. Na, most már visszajött a régi forma. Így van. Felöltözünk, mert hát... még mindig ez a Tree Sentinel armor a legjobb. Ami nekünk. Hello, stop soros, szia. Mert te is tudod a Tree Sentinelt mage-ként? Hát igen, azért stamina oda is kell. Próbáltam, hát le tudom spamelni teljesen a HP-t, de nem sikerült. Döglédnék, meg lett volna. Ja, jött ő is részt venni. Mint a hárman lettek volna, de eltűnt a harmadik. Thank you.
Most még a légy együtt is meglett. Van még? Nincs. Nagyon jó. Vagy van? Tökét. Áj. Valaki még nyavajgott volna egy kicsit. Jó, de legalább visszakaptuk az összes... Na itt tudunk menni fölfele meg lefele. Úgyis mindig a progress fele megyek. Mert hát ugye csak előre megyünk. De csak előre megyünk. Village of Flies. Jó, akkor itt a... Itt körbenézünk. Szevasz. Hát igen, a village egy kicsit, hogy mondjam, nagyképű. Megnézed, hogy van-e itt loot? Hát van itt egy ilyen, például. Ez már confirmed. Megyünk tovább fölfele. Ugye ez jó, mert erősödik tőle a... Summon. Spirites. Ha. Valami... Mintha valami buff lett volna rajtuk. De lehet rosszul láttam. Hát ezeken nem volt. Ezeken van valami. Eleve három ütés kell nekik. Minden világos. Mori Jigmond gameplay. Manfly Ashes. Ó, meg itt van még egy bátor kolléga. Igen, arról jöttünk. Hát... El lehet dönteni, sok minden nincs itt.
Az mi? Boost rune acquisition for a time. Ja. A spirites az oké, meg a reverendes, ugye, ami növeli a tehát lehet vele szintet lépni. De úgy kb. Ennyi. Lölő kedveli ezt. Tender. Igen, fölkapta a fejét, hogy... hogy hol kell benyújtani a pályázatot, az biztos. Innen is ugyanoda lyukadok ki vajon? Hát mindegy, jöjjünk erre. Hol? Ja, pont befértem egy... egy ilyen kis lyuk. Az oké, okay, itt biztos meghalnék. Ott az oké, okay, csak azt akartam megnézni, hogy nem hagyunk-e ki valamit. Szerintem nem. Trust me, bro. Van valami trükk, hogy valami követ kell ledobni, és... Fú, nem is tudom már, hogy volt. És hogyha az leér, vagy... Ja, majd utána nézek, de van valamilyen ilyen trükk, hogy... valamilyen glowing stone-t, vagy mit... Törik, vagy ne, ja, van valami, sose használtam, csak olvastam valahol, hogy van egy ilyen. Lehet, hogy egy célszerű lehet volna használni. Na mindegy. Oké, okay. Körbe szaladok itt. De akkor gondolom itt van valahol az a katakombsz, amit említettetek.
Hát ja, nem is heten voltak, hanem sokkal többen. Na, nézzük akkor, hogy mi van itt. Vagy sötét van. Innen a név mi? Ha. De még láttam is, érted? Egy kar. Off-top, konferenciás publikációra van update? Hát a legutóbb óta nincs. Ugye a legutóbbi az volt, hogy elfogadták a cikket, és beküldtük a javított. Verziót. Azóta nem szólt senki semmit. Tehát nem kaptunk semmi visszajelzést. Egyelőre nincs kint még a Open Reviews oldal publicra kitéve. Hát azóta rájöttem, hogy én is hülye voltam, meg ki kellett volna tenni Archive-ra. Mindig ki szoktuk tenni. Ez remélem a villanykapcsoló. Ha! Király. Jó, ott lehet menni tovább lefele. Hát igen, ott le lehet ugrani, mondjuk. Ó, oké, ott a peremen. Ó, oké. Ó, értem. Jó. Világos. Szóval ki kellett volna tennem Archive-ra. Megmondom őszintén. És akkor már nyilván aznap láttátok volna. De hát mindegy. Most már így alakult. Úgyhogy most egy kicsit még várni kell. Hát a konferencia maga egyébként... majd októberben lesz. Október 6-tól 10-ig? 6-tól 10-ig, igen. Akkor legkésőbb biztos, hogy kint lesz, de akkor már nem csak az Open Review nyilván, hanem akkor már a
Springer vagy Springer, sose tudom, hogy hogy kell mondani, de a Springernek ugye egy kiadványa lesz. Ilyen konferencia kötet. De miért ugorjak ki a peremre, hogyha... Mert ott még volt egy emelet, ugye? Vagy valami. Na mindegy. Na, szóval ez addigra biztos, hogy kint lesz a Springer oldalán, de hogyha hamarabb kiteszik az Open Reviews oldalt publicra, akkor linkelem rögtön. Aha, oda lehet bevenni, ugye? Indeed. Viridian Amber Medallion Free. Várjátok már egy percet, mert valamiért becsuktam az ablakom. Stopsoros, ezt nem tudom, hogy mennyi hasznot rak egy kiadványra. A konferencia kiadvány... Ott nem szokott publication fee lenni. Pontosabban így dedikáltan nincsen publication fee. Azt nem tudom, hogy a conference registration fee-be van-e, de szerintem nincsen, mert... Mert, hát igen, ez egy workshop, amire 150 euró volt a regisztráció, szóval nem hiszem, hogy abban van publication fee. Nem tudom, ez konferencia. Fogalmam sincs, hogy mennyi az annyi ilyen esetben. Journal cikket még nem küldtem Springerbe, na most már így fogom mondani, kész. Springerbe még nem küldtem journal cikket. Azt nem tudom, hogy az mennyi. De ja, mostanában azért írdatlan drágák ezek a... Írsz egy cikket, ami... Springer publikális liszt 40 dollárja webre. Ja, hogy úgy, szerintem semmi. Hát én meglepődnék, hogyha pénzt kapnánk. Hát én ilyenről még nem hallottam, szóval fogalmam sincs. Ha! Hogy kiszúrtam ezt a kis hunzultságot itt? Pénzt kapni a munkáiről olyan snasz. Tudod, hogy ez... Hát igen. Értem, mire gondolsz. Hát innen is lehet, abban a szempontból is, arra az oldalról is lehet nézni, az kétségtelen. De általában a kiadónak kell fizetni, hogy publikálja a cikket. Jó, ott le lehet menni a lépcsőn.
Itt meg le lehet ugrani. Van itt egy kis perem. Mondom, leverebb már onnan föntről. Nem. Oké. Okay. Szóval ez egy érdekes felvetés. Hát igen. Nyilván... vannak problémák. Tehát ami most tényleg ilyen nagy hír volt, nem is tudom, hogy hírnek nevezném-e, hogy ugye volt egy nagyon jó lap, Imaging Neuroscience, nem, Neuroimaging, ami tényleg ilyen Oxfordos tudósok meg tehát tényleg nagyon komoly szakmai vezetése volt, tehát ugye az editor meg, mit tudom én, editor in chief. És ők álltak föl. Egy elzevíres lapnak a teljes szerkesztősége így fölállt, hogy jó, akkor köszönjük. Mert hogy olyan írdatlanul megnőtt az Elsevier-nek a publication fee-je, hogy azt mondták, hogy jó, hát akkor ez így nem. És megalapítottak egy másik lapot az MIT Press-be, ami töredékpénzért. Annak is van ára, azt hiszem $1300, ha jól emlékszem. De mondom, az Elsevier az nem is tudom, ami 6 vagy 7 ezer lett volna. Tehát... iszonyat pénz. Enhances skills and incantations. Az komoly. Hát, amúgy... viseljük egy kicsit. Rosszabb, mint ami van, de... ha már van... nem is néz ki rosszul. Of the Ancient Dragon Cult. Igen. Hát... az a baj, hogy nekünk olyan semmi nincs. Menjünk egy kicsit ezzel. Hát ezt a run most már végignyomjuk ezzel a quality build-el. Szerintem a következőt lehet, hogy a varázsló build-ünket át fogjuk egy kicsit alakítani. Tehát, hogy nem ilyen intes lesz, mert megmondom őszintén, hogy az igen. Pedig rákészültem, hogy nekem annyira nem nem volt izgalmas, vagy hogy mondjam. Tehát olyan... tehát ilyen fate valami. Fate és Strength, tudjuk buffolni a kardokat, meg úgy általában az equipmentet.
az a bleachik az nagyon ment föl. Mi a... Oké, itt van egy létre fel. Na mindegy, meglátjuk majd. Nem mostanában lesz. De majd biztos lesz egy második run is, amikor rendesen, guide szerint végigcsinálunk mindent. Visszajutottunk ide. Igen, majd a Avatar game végigjátszás után, igen. De fontos, hogy nem az új Avatar, hanem amit ugye kérted, a James Cameron az. Még nem volt új Avatar, amikor azt a gémet bekérted? Hát, az könnyen lehet mondjuk. Semmi baj. Futunk. Villany. Király. Mindig azt várom, hogy valami jó kart lesz, vagy valami nagyon baszó item, erre csak egy ilyen... Itt ugorjak le. Oké. Ott egy láda. Big Mouse Imp Ashes. Ó, saját rakétavető.
Right. Hello, Shady Tadri, szia, szia. Mi újság, hogy vagy ma? Yuri. Ez mi? Hűha! Az igen! Shit! Az menő amúgy! Jaja, van neki is szemben, aha! Meg egy chillingel, kurva jó! Költözéses pakolásból tartasz hazafele. Ah. A költözés gyönyörei. Fú, hány szó volt benne részem. Yuri. Okay. Ja, amúgy tényleg menő volt. Baszki, 260 ezer szólt adon. Azt a mindenségét. Hé! Hey. Innen lehet tovább menni. Akkor ez olyan dungeon volt, mint a Dragon Pit? Az igen. Mert ugye abból is lehetett menni tovább egy új map részre. Amit rohadt jól néz ki, csak mondom. Meg tényleg fán volt ez a boss fight. Na. Kár, hogy ilyen hamar véget ért. Jó, két szintet nem tudunk lépni. Hát 120 ezer kéne. Na várjatok. Mindjárt megnézzük a fegyverét is. Hát bosszol van annyi, mint a szemét.
Szóval meg se néztük, hogy mit tud. Jó, mindegy, így megyünk tovább. Igen. Holy holy. Fétes weapon. Blood loss build up. Érdekes. Great stuff of fury. Igen. Oké. Na, gyorsan körbeszaladok itt. Bár ez, ja, szerintem csak egy sima boss room. De nagyon jól néz ki. Nem tudom mi néz ki ezen most nagyon jól, de valahogy most ez... Ez nagyon-nagyon hangulatos. Jó, megyünk tovább. Való, király. It awaits inside. Hát ez remek. Denied. Frightened. Hát ez remek. Köztorrent. Igazi ló vagy. Turn back while you are yet able. Abyssal Woods. Továbbra sincs. Ez is rohadt jól néz ki tényleg. Don't let it see you. Once you are seen, there is no escape. Cannot even be touched. Egy valami puzzle szagot érzek, amire rá kell majd jönnöm. Úgyhogy ne segítsetek. És akkor 2 weeks later. Most félnem kellene? Hát megmondom őszintén, hogy... Hogy ezért egy kicsit félek. Azt tudom, hol vagyunk. Nehogy meglásson. Mert ha meglát, akkor meghalok. Feltételezem. Itt egy nagy patkóny.
Hát igen, ez is a föld, le volt írva a földre, jaja. Tehát ott a kőre volt rávésve. Olyasmi ez, mint ez a Frenzied Flame. Tehát ez a tüzes akármicsoda a falba. Mint amilyen volt a Free Finger is a... aki rárakta a Frenzied Flame-et. Itt is egy Grace. Nem mertem ott leugrani. Hát próbáljunk meg fölvenni azt a grészt. Kecskék is. Vagy birkák. Oké. Okay. Birkákkal nem kötözködünk. Is egy kő. Hide yourself, make not a sound. Assassin's Creed, igen. A lopakodás. Oké, okay. Ez olyasmi, mint a Bloodborne-ban volt az a Lantern, vagy micsoda? Meglátott, jaja, igen. Jó lesz ez, csak ügyesen kell. Fú, mi a neve annak a Bloodborne-ba? Ez az éneklő, valamilyen lantern. Ja,
És az is ilyen madness-t rak rád. Winter Lantern, azaz. What? Megint meghalunk. Igen, és nem lehet fájtolni vele. De fura! Nem adta be a seggezőt. És megint. Igen, és nem lehet ilyenkor megsebezni a... De most azért, mert béna vagyok, vagy bennem lehet megcsinálni? Ez a kérdés. Még egyszer megpróbáljuk. Vagy el kell rejtenem magam valamivel. What? Ez baj. Jó, átolvassuk újra az üzeneteket. Legalábbis amik itt vannak. Ez a maradjak csöndben, maradjak mozdulatlan, ez tuti volt. Oké. Okay. Quietly await. Combat not an option. Meg hogy bújj el a fűbe. Kéne perízni. Az nagyon fura lenne. Hogy online vagyok-e? Hát... Nem tudom milyen értelemben. Én úgy látom, hogy igen. Na most köd van. És miért van köd?
Jaj, a game? Nem. Ezek a kövek a benne vannak a gamebe. Tehát ez nem online üzenetek. Jó, ez akkor nem működik. Ez már tuti, tehát így hátulról nem lehet megseggezni. Akkor csap a botjával, hát igen. Ó, ezt most még próbálom, le kéne perizni. És akkor megöljük. Még egyszer megpróbálom ezt a seggezést. Mondom, szerintem nem lehet akkor sebezni. Matthew Perry. Isten nyugasztalja. Élünk. Azt hittem megölt. Ez a baj, hogy kb. Fölösleges lopakodnom is. De... Egyszer kell, hogy sikerüljön. Vagy többször, igen. De egyszer fogom megcsinálni. A
utána itt hagyjuk. Ez így nem jó. Te fasz. Na bocsánat. Mi ez a Swollen Grape? Crafting. First try, így van. Itt vagyunk már fél órája, de amúgy semmi baj. Jó, és ebből van még vagy 8 gondolom itt a mapon, ha nem több. Még akkor miért raktam? Na. Jó, menjünk tovább. Azt vették ki Lance Armstrongból? Mármint, hogy a Swollen Grape-et? Az a Lance Armstrong, aki nem 7-szeres túrgyőztes. A bicós ember. Igen. Ott van egy másik. Sárándom vagy? Nehogy véletlenül bekever egy-egy technobuliba. Na menj már. Mondjuk itt volt egy Marika. Akkor túl vagyunk a... azon? Ja, erre nem a tér... nem erre van a térkép. Igen, tudom, hogy zárva van az a diszkó már nagyon régóta, de az ikonikus hely volt. Sose voltam, mert nem, de ja. Hát ikonikus, hát na, voltak jó fellépők, ami elég nagy drogtanya volt, de na mindegy.
Igen, az, hogy ketten vannak, az nem segít a helyzetem. Jó, itt is akkor egy kicsit valószínűleg türelmesebbnek kell lennünk. Hát, ha úgy mozognak, hogy az egyik eltűnik, vagy mármint, hogy így elmegy, vagy háttal van, vagy ilyesmi. Igen. Jó, oké. Lassan kezdem élvezni amúgy, megmondom őszintén. Most, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, most már látom benne a kihívást. Ugye addig, amíg nem tudom, mit kell csinálni, addig inkább csak bosszantó, hogy miért nem tudom, hogy mit kell csinálni. Menne szellem valami? Hát az a fókusz növelő csárm, vagy micsoda, az kéne. Hát az van. Hol van? Vastly raises fókusz. Azt hiszem ez van Madness ellen, ami jó. Mindjárt kiderül. Igen. Menne szellem, te külföldre emigráltál? Hát ez jó. Igen. Értem, mire gondolsz. Én is. Az a baj, hogy nem öljük meg egy töközővel. Miatt plusz damage-et? Mondjuk ez. Lehet, hogy csak ennyi kell. És akkor egy tükrözővel meg tudjuk ölni. Mi? Nem respawnolnak. Hát az mekkora? Hát és én ezt miért most tudom meg? Hát ez hatalmas, ez minden megváltoztat. De tényleg. Na gyere, Bobby! Jött. Én azt hittem, hogy ezek respawnolnak. Na jó, van. Make sense. Hát... Jó. Fussak.
Nem futunk, kemények vagyunk, mint a kelt széle. Jó, hát így akkor tényleg elmehetnénk majd a térképért. Csak az meg az ellenkező irány van. Akkor itt a térkép? Nagyon-nagyon messze van. Winter Lantern Fly. Akkor itt is Winter Lantern a neve. Vagy mármint, hogy van ilyen Winter Lantern itt is. Grace-től követed az utat és oda visz. Jó, hát... ha már most már itt vagyunk. Az Aging Untouchable a mob, oké. A nem respawnolós mob. Winter Lantern Fly. Aging Untouchable Magyarországon is. Hát igen. Frenzied Flame-es potokhoz jó a Winter Lantern Fly. Meg kell... Oh. Tehát az ilyen összes mobot, Untouchable Aging-et meg kell ölnöm, Aging Untouchable-t meg kell ölnöm, és akkor lesz torrent. Igen, de mondom, ez tényleg ilyen... Meg így is halad. Tehát lehet, hogy lassabban haladok, mint úgy, hogyha váltogatnám a fegyót, meg páncélt, meg mindent. Tehát lehet, hogy gyorsabb lenne, de így is halad. Tehát... hát itt le lehet ugrani. Tehát így is haladunk. Lehet, hogy így nehezebb. De halad.
Itt arra lett volna egy még. Hát azért az túlzás, hogy mazu is, tehát ha, tehát jó a damage-ünk, szerintem. Na itt vannak lent. Szerintem a damage-ünkkel nincs gond. Vagy mi a tök az? Az is az. Mint hogyha nem az lenne. Tehát ezek itt is peri után három ütésből megölöm három quick attack. Azt szerintem teljesen jó. Igen, ezek nem olyanok. Ez is one shot. Jó, ez a jump heavy attack, de akkor is one shot. Szerintem, hogyha egy mobot megölsz egy-két ütésből adott mappon, az jó. Oké, ezek már nem ilyenek. Mármint ez a... Öreg emberek, vagy öreg urak, vagy mik. Meg ugye tényleg az a szép ebben a játékban, hogy annyiféleképpen lehet játszani. Tehát, hogy persze lehetne váltogatni a páncélzatot, a fegyvert, a Ash of War-t, a tényleg millió-millió kombináció van. Ahogy játszod, és akkor a buildekről nem is beszélve, tehát egy builden belül is rengeteg variáció van. És tényleg ez a szép ebbe a játékban, hogy nincs egy tökéletes tehát egy tökéletes build, vagy egy tökéletes valami, mert akkor mindenki azzal játszana, ugye? Yeah. Hanem, hogy sokféleképpen lehet. Summonölni akkor summonölök, amikor már tényleg nagyon amikor nagyon látszik, hogy nem fog menni. És még úgyis amúgy, ha töltenék vele időt, akkor menne. Tehát... Nyilván én egy teljesen átlagos játékos vagyok, semmi kiemelkedő képesség, sőt még... Na mindegy. Nyilván ezeket a bosszokat nem, tehát ugye már vannak megint csak ilyen dancepad-es végigjátszások, meg level 1 végigjátszások, meg ilyenek. Nyilván én olyat nem fogok csinálni, ez biztos. Különösebben nem is érdekel. De ja,
valamikor tényleg nem akarok vele túl sok időt tölteni. Putri Night. Az melyik is volt? Nem is emlékszem. Putrescent Night, a lovas. Ja, ott lent, ahova leugrasz, ugye? Előtt a ló. Igen, az az. Na, valahogy le kéne jönni erről a hegyről. Ketten jönnek le a hegyről. Hát igen, az a fight nem tartott sokáig. Igen, úgy értem, hát hárman kóban, hát igen. Van, de én biztos vagyok benne, hogy van olyan boss, amivel én szenvedek sokat, pedig meg lehetne hamar. Hát ez ilyen. Függ a build-től is. Oké. Hát igen, ló nélkül sokáig tart egy mapot bejárni, az biztos. Mit csináljunk? Hát lehet, hogy vissza kéne tépézni. Itt én most nem látok semmit. Hát lehet, hogy itt a folyón végig megyünk. Szólj legközelebb, aztán hát ha nagyon nem megy valami. Ja, hogy ketten szenvedtek, te pedig leszólóztál, stop soros, értem. Olyan a bélye hozzá. Aha. Na látod, ez is, hogy tényleg itt a bosszoknál is, hogy valamelyik build, de könnyebb, valamelyikkel nehezebb, de... Tehát nincs olyan build, ami minden bossra jó, tehát... Az egész alapjátékot komettel toltani. Jó, hát valamikor az is haszontalan, tehát van az a boss, aki ellen... Tehát... Így hiába akarod az azúr kometet, nem működik.
Vagy Komet az úr, vagy mi a pöcs. De rohadt nagy köd van itt. Meg nem hoztam ködlámpát. Ja, hát igen, mondjuk a Night Comet az oké. Okay. Én a Comet az úra gondolok, hogy az... az nem mindig jó. Igen, ha nagyon sokat mozog, akkor... akkor nem jó. Elkéstem. Na jó, szerintem menjünk ki akkor mappért. Én azt mondom. Mert mondjuk innen már elég közel van. Kéne találni megint ezt, aki megölt most. Mondjuk, hogyha Szól fele megyek, akkor... Itt, hát igen, itt van közel, szóval... Akkor még megöljük ezt, ha megtalálom. Fogadjunk, hogy itt lesz amúgy fönt valami dombon. Föl kell menni mi. Ezt nem tudom kidodzsolni soha. Na. Hát igen, ez az, amikor sose gyakoroltuk a parryt. Tehát sose csináltuk. És amikor meg kéne, akkor meg nem megy. Ha már itt vagyunk, megöljük. És már nem érdekel.
What? Aged one's exultation. Madness in the vicinity increases attack power. Csak a damage. Ez itt hasznosnak tűnik. Felvettük a nulla szólt. Oké, ott is van egy. Ráfutunk, mert nagy a önbizalmunk. Most meg... megint nem arra megyünk. Nevermind, meg szegény már agyvérzést kap, hogy miért nem veszük fel a mapot. Semmit nem látok. Mert itt már voltunk, vagy? Jó. Oké. Most azon gondolkodok, hogy akkor melyik résztől menjünk? Vagy csak simán itt most elfussunk végig? Igazából mindegy. Kövessem az utat. Jó. Ha lenne itt út. Oh. Oh.
Oké. Le kéne oda menni. Nem vagyok benne, nem tudom, hogy erre voltunk-e már, vagy sem. Na mindegy, megyünk. Arra van a map. Be van jelölve. Van egy épület. Abandoned church. Hát itt nincs senki. Kettő fragment. Jó, menjünk visszafele? Itt a folyóban vagy? Gondolom. Folyó, hát. Ha, az ott kicsoda. Medding Hand. Nem kérdeztünk sokat. Túl gyors volt. Nem játszom rendesen a játékot.
Na majd a második végigjátszásban megnézzük, hogy mit csinál. Hát ez, erre mondom, amikor túl hamar megölsz egy boss-t. Te nem tudod, hogy milyen maga a fight. Ezért nem summonolok rögtön, ahogy bemegyek egy boss roomba vagy valami, mert... Csak gondoljatok bele, mezmert is lenyomtuk volna elsőre. Jó, hát mondjuk az még akkor nagyon korán mentünk. Oké. Okay. Hát ezen a területen még akkor sok minden van, gondolom. Ami biztos, hogy ide most lecsücselünk. És itt ma meg is állunk. Pár dolog lesz még. Jó, oké. Jó, hát innen folytatjuk majd a következő alkalommal.